legyen ennyi elég ebből a pre-kisztásból a vámpírba. Mondom én így első körre. Mondom én így első körre a játékról. Nem foglalkozva se a sajtóval, se senkivel. Belegyomtunk most ugye egy ilyen 3,5 órát a játékba, gyakorlatilag ugye a harmadik chapternél járunk, tehát lófasz nem tudunk még a sztoriról, vagy milyen. Lehet, hogy ez nem a világ legjobb játéka, el is könyvelem, hogy nem az, mert érződnek hiányosságai, de nekem valami végtelen nem tetszik. De nagyon-nagyon. Tehát látom rajta azt, hogy mitől nem egy ilyen óriási grandiózus gép, amire mindenki csorgatja a nyálát. Szerintem egy rettenetesen jó játék. A harc szerintem... Mindenki kontrollerre játszatok. Szerintem teljesen használható. Tehát... Nem jut eszembe az a játék most hirtelen. Lord of the Fallen. Annál jobb a harcrendszer szerintem, de nem mindegy is. Jók a fegyverek, jók ezek a vérvarázslatok. A Nioh nem Dark Souls copy. Szerintem nagyon jók a játékelemek, a varázslatok, a fejlesztési rendszer, a karakter szerintem. Nagyon jól van megírva a szöveg, a Donnattól pont ezt vártam. A képi világ nagyon összerezek a zenével. Abszolút jó. Alig várom, hogy fogja. Szerintem nagyon jó a játék, és engem most meg is lehet. És ez így tényleg kösz neki, mert nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy nem rontják el, szerintem nem rontották el, szerintem nem szerint. Hány részt tervezik? Na, persze. Lassan virájnál. Látok, jönnek meg a streamjel. Jövő héttől lesz Janinától a streamje. Hú, bazd meg, erre más nem tudok mondani. Erre a kérdésre. Nyomjad! Hány részt tenni? Na, mindegy. Szóval, ez a játék majd jelentem. Tetszik nektek, szerintem ne nézzük. Partner Schuska, az a sítá, már pont volt, deringes hosszú. Azt mondtuk, hogy végigjátszunk.